Gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a főérvem, mert valóban a nemi szerv azért az csak tiszta. De igen, tehát, hogy a fal tele van E. coli-val, meg minden lótúróval, hiszen aeroszolt képzett, amikor lehúztad. Felnőtt férfiakat komolyan edukálni kell arról, hogy nem az a mosd meg a kezed vécézés után, ledobom a hajam. A Twitter úgy látom most is tartogat izgalmas hozzászólásokat, de hogy mi indította el ezt az egészet? Hát az, hogy egy barátom kiírta, hogy ötünk közül egyedül én egyedül mostam kezet pisilés után az Osamban, és akkor ezek az emberek után a termékeket fogdosnak meg. Jogosnak tűnik a felháborodás, de vajon tényleg jogos-e? Van-e tudományos alapja ennek az egésznek, hogy mikor kell pisilés előtt vagy után kezet mosni? Norbert ugyanis, aki egyébként is kérte, hogy ezt a témát dolgozzam fel videóban, azt reagálta, hogy én nem szoktam lepisilni a kezem, és inkább előtte mosok. Ez az érvelés teljesen logikusnak tűnhet, hiszen az ember alaposan tisztálkodik, mondjuk reggel lezuhanyozik, megmossa magát mindenütt, egy zárt helyen helyezkedik el utána a nemi szerve, tehát ha azt megfogja a kezével, onnan jó eséllyel nem sok minden kerül ki. Igen, tudom, izzad az ember, felszaporodhatnak mindenféle baktériumok, nem feltétlenül ugyanolyanok, mint amik a kezeden vannak, amikor mindenféle dolgot végig tapogatsz, de menjünk egy kicsit tovább, ugyanis erre az volt a reakció, hogy és utána a faszos kezeddel fogod meg a kilincset, fogsz kezet és fogod meg a termékeket a boltban. A kifejezések nem tőlem származnak, hanem ezeket idézem. Jó, ezt persze szét lehet bontani, hogy mikrobiológiai szemmel közelítjük meg a dolgokat, vagy a pszichológiai terhet próbáljuk meg értelmezni, hogy az ember intim helyeket tapogatott azzal a kezével, amivel utána más dolgokat is összefog. Viszont Norbi erre írta, hogy hát nézd, ugyanolyan bőr van odalent, mint máshol, tehát pont olyan, mintha csak kezet fognánk. Itt azért beleszól a pszichológiai érzet, nem feltétlenül ugyanolyan, mintha az ember kezet fogna. Én meglehetősen alaposan kezet szoktam mosni, naponta többször is, előtte is, utána is. Amióta laborban dolgoztam, erre nagyon-nagyon rászoktam. Néha meg is szoktak érte szólni, vagy legalábbis kapok érdekes pillantásokat a nyilvános mosdóban, amikor elég hosszú időt eltöltök a mosdókagylónál, és ott pepecselek. Viszont úgy gondoltam, hogy nem én fogom a saját tapasztalataimat megosztani veletek, hanem meghívom egy barátomat, aki orvosi mikrobiológiai rezidensként dolgozik, dr. Barta Árpád Lászlót. Ő az egyébként, akivel korábban már vettünk fel egy podcast adást is, egy kvízt hozott nekem anatómiai kérdésekről, amire válaszolni kellett. Ennek a linkjét berakom a videó alá. És akkor jöjjön Árpi! Olvasgattam a kommenteket is, valóban két részre kell ezt bontani, hogy egyrészt van egy, mondjuk azt, hogy mikrobiológiai, meg van egy pszichológiai oldala. A pszichológiai oldala az nyilván mindenkinek egyéni, kinek üti meg az inger küszöbét, kinek nem. Van a klasszikus vicc is, hogy az olyan tiszta, hogy van, aki a szájába veszi. Ugyanakkor szerintem itt az előtteli kézmosás az egy tök érthető dolog, hiszen az ember végigfogdosta a világot, ki tudja, mit szedett össze a kezére, nyilván nem szeretné ezt rávinni a különböző nemesebb részeire, bár egyébként vécézéstől függetlenül is érdemes időnként kezet mosni, hiszen máshova se szeretné szerintem az ember a világot magába nyomorgatni, mondjuk a szemébe vagy a szájába. Igazából az utána kézmosás, ott meg nem is arról az oldalról fognám meg, hogy maga mondjuk a nemi szerv az milyen szennyezett. Nézegettem a kommenteket, hogy jaj, hát ez ugyanolyan bőr, mint bárhol máshol. Ezért nem egészen igaz, hiszen ott más módszerrel termelünk, mondjuk fagyút, amit szmegmának nevezünk, abban más baktériumok élnek. Ezek nem veszélyesebbek, vagy nem kevésbé veszélyesek, mint máshol. Igazából ugyanolyan, csak mástól. De pisilés közben a szmegmával nem fogsz érintkezni. Hát, valóban, valamennyire, bár azért csak érintkezel vele, de itt nem is ez a probléma, inkább az, hogy pisilés után miért érdemes kezet mosni. Megfogod a kilincset, bemész, stb. Pontosan, mert az emberiség nagy része úgy húzza le a WC-t, hogy nem hajtja le a fedőt. Minden egyes lehúzásnál, ami a WC-ben volt, az így szépen beteríti azt a helyiséget, amiben mi átsorgunk, és mi is megnyomjuk a gombot, mi is hozzáértünk a kilincshez, mi is megfogtuk a falat, ami tök jó, mert utána, amikor mi kimegyünk és mondjuk eszünk, vagy megfogunk valamit, akkor igazából nem a saját nemi szervünket hordjuk rá majd a dolgokra, hanem mindent, ami abban a WC-ben volt. Tehát azt az összes embert, aki előttünk ott pisilt, kakilt,
ha otthon vagyunk, akkor meg a saját székletben lévő baktériumainkat hordjuk szerte szét. Szóval nem is a nemi szerv a koszos, hiszen elvileg az tiszta, legalábbis a legtöbb ember azért vigyáz rá valószínűleg, hanem maga a környezetemben mi bemegyünk. A WC az nem egy steril környezet, tehát ha az ember kijön, azért kell kezet mosni, mert a WC-ben lévő dolgok maradjanak bent a WC-ben lehetőleg. És hiába, ha... Igen? És itt jön be az a pszichológiai tényező, amit te is említettél most, illetve különböző kommentekben is előjött, hogy undorító, hogy valaki utána nem mos kezet, és azzal fogdos össze olyan dolgokat, amiket más is megfog, illetve hogy azzal a kezével fogja, amivel korábban a nemi szervét érintette a különböző dolgokat. Erről mi a véleményed, hogy ez inkább egy ilyen tabu téma, ami miatt irtózik tőle az ember, vagy van bármi valós alapja? Nyilván ez nagy részben tabu téma, így a... Mondjuk azt, hogy az elmúlt 2000 évben, amióta a római birodalom már nem nagyon van köztünk, azóta a székelés meg a vizelés az elég tabu témává vált. Ők még ilyen termes vécékbe jártak, beszélgettek, egy közös szivacsot használtak utána. Aztán jött a katolicizmus, és ez is, mint nagyon sok minden tabu témává lett igazából. Viszont nyilván van ennek racionális oka már, mint ennek a fajta félelemnek, ennek a fajta pszichológiai, nem tudom, félelemnek attól, hogy valaki hozzáért dolgokhoz, miután azt a részét fogta, hiszen nem lehetünk biztosak abban, hogy tényleg egyébként ő ott egészséges, tehát hogy van racionális oldala, és nem csak a tabu része az, ami miatt az emberek esetleg irtózhatnak ettől, hogy valaki nem mosott kezet. És ha már a kézmosásról beszélünk, itt van egy nagyon-nagyon izgalmas komment, és ha bemész bármelyik, nem tudom, nyilvános WC-be és megnézed ott a kézmosó helyet, akkor valószínűleg te is találkozol azzal, hogy az ember oda megy, alátartja a kezét a víz alá, kicsit megrázza, aztán megy is ki. Ez konkrétan így néz ki, hogy mi van azokkal, akik csak kb. Ráfolyatják a kezüket a vizet egy másodpercig, és ezzel elintézetnek tekintik a kérdést. Nekem az már az OCD-me triggereli. Hát triggereli nehéz szó. Neked szerintem nem csak az OCD-det. Ők társadalmunk azon része, akik a maszkot az orruk alatt hordják egyébként. Szerintem többen vannak, akik így mosnak kezet, mint ez azok. Ez egy placebo kézmosás, hiszen igazából a víz semmit nem távolít el onnan, nem is találkozik a víz annyi ideig magával a felülettel, szóval igen, gyakorlatilag mindegy lenne, ha nem csinálnák. Sőt, azzal, hogy bevizezik, és egy kicsit vízként is fröcskölik. Ráadásul nedvesebb felület lesz, ami sokkal jobban kedvez esetleg a különböző baciknak. Igen, ugye a fertőtlenítés egyik fontos alaptétele az a koncentráció meg a behatási idő, vagy hát kettő alaptétele. Na most nyilván, hogyha az ember csak vízzel csinálja, akkor ott olyan koncentráció, ami kárt tehetett volna a baktériumokban, mondjuk egy szappannak a koncentrációja az nulla volt, de a behatási idő az meg megint annyi, amennyi. Szóval, ja, semmi értelme nincs. Alapos kézmosás. Természetesen miután elkészült a felvétel, még cseteltünk erről a témáról egy picit. Írja Árpi, hogy egy dolog maradt ki amúgy, hogy mi van, ha nem nyúlsz semmihez, mert mondjuk infrás az ajtó, infrás az öblítő, de hát ugye akkor is fröcsögni fognak a dolgok, tehát jobb mégiscsak kezet mosni. Illetve bedobtam, hogy igazán megbeszélhettük volna a készszárító kérdését is, hogy mi van akkor, hogyha az ember készszárítót használ a nyilvános vécékben. Idézem, jaj ne, bármit, csak azt ne. Mi ebből a tanulság? Mossatok kezet előtte is, utána is, és lehetőleg azt is tartsátok tisztán. Sziasztok!